Igen, igen, a mobiltelefonok is ki vannak kapcsolva, igen. Jó, Anna, Ricsi. Jó, hang, fény, oké? Okay? Akkor tessék! Üdvözlöm Önöket, kedves nézőink! Az egész társulat, és persze a magam nevében szeretném megköszönni a belénk fektetett bizalmat. Igen. Mert igen, egy előadás során sosem az a domináns kérdés, hogy hányan jönnek el, hanem hogy hányan maradnak szünet után. És azt a színész mindig tudja. Önök bizonyára úgy képzelik, hogy mi így a színpadra lépés előtti utolsó pillanatban is itt a szerepünket elemezzük, vagy memorizáljuk. Pedig dehogy, nem. Mi kérem a takarások mögött kuksolva, egymást majd fellökve önöket lessük. Igen. Kik és hányan jöttek el minket megnézni, hogy vannak-e kritikusok, szakmai munkatársak, családtagok, barátok, esetleg hírességek. Igen, hogy megtöltik-e a székeket, és hogyha igen, akkor milyen hangulatban vannak. Annak idején matematika tagozaton végeztem, és kiváló fejszámoló vagyok, igen. És az egyik tikkem az, hogy egy kis notesbe, ebbe pontosan jegyzem, hogy melyik előadáson pontosan hányan néznek minket. Igen, a két felvonásos előadások esetében két szám is szerepel a füzetben, ugyanis a szünet után újra számolom önöket. Ez így történt ma is, igenis örömmel jelenthetem, hogy egy a statisztikák átlagát magasan javító eredmény jött ki, ma ugyanis csupán ketten hagytak itt minket. Ráadásul ez is egy ilyen különös egybeesés, hogy pontosan tudom, hogy kik. Ugyanis én a szünetben kimentem önök közé, hogy meghallgassam, hogy miket mondanak az estünkről. Tudom, ez is egy ilyen furcsa szokásom. És épp elcsíptem a két ominózus néző párbeszédét. Igen. Hát mérhetetlenül kínosnak, frivolnak és túlságosan könnyebbnek tartották az estünket. Igen. Hiányolták a színház történeti fejtegetéseket, a dráma szerkezeti kérdéseket, és ha jól emlékszem, hogy is mondták, a színészet lényegét érintő mesterségbeli témákról, vagy legalább a rendezői koncepció létrejöttéről szerettek volna valamilyen információt kapni. Na, ebben a pillanatban jutott nekem eszembe az, hogy visszaszaladok, szólok a kollégáknak, hogy így töröljük a második részt teljes mértékben, és kérjük meg társulatunk házi szerzőjét, hogy üljön ki a színpadra és beszéljen olyan dolgokról, amiket a szóban forduló nézők hiányoltak, annak az esetleg mégis visszatérő 6-8 fős közönségnek, aki mégis szavazott nekünk némi bizalmat a történtek jobbra fordulására. Igen, nem, de aztán megláttam, hogy önök elkezdtek befele szivárogni, én számoltam, számolgattam, és megnyugodtam. Úgyhogy köszönettel folytatjuk úgy, ahogy elterveztük. Igen. Beszéljünk mindjárt a színészek magánéletéről. Annak is talán a civilek számára így a legérdekesebbnek, legpikánsabbnak tűnő részletéről, a színész-színész szerelemről. Nem titok, hogy... Nem titok, hogy nagyon sok szerelem vagy futókapcsolat törékeny liaison a próbák és előadások során alakul ki. De ez két okból sem csoda. Na, hát én akkor így spontán át is adtam a szót házi szerzőnknek. Részint, aki a színházban éli le az életét, annak nincs ideje ismerkedni, vadászni, hódítani, és hódítottnak lenni a színházon kívüli világban. Még egyszer köszönöm a bizalmat is, hogy hallgassák szeretettel. Marad, aki kéznél van, a kolléga, mármint aki kézre kerül. Másrészt a színpad igen kedveli a szerelmes történeteket, és ha már a színész beleél magát a szerepébe, azonosul azzal, ugyan miért ne szeretne bele a szerepe szerinti partnerébe, ha az ráadásul szép,
guszusos vagy Schneidig, és lekövethetően kikapós. A színész párok mióta a színház a színház a nézői figyelem középpontjában voltak. Az előadást rég elfelejtik a nézők, a szerepformálás teljesen kikapott az emlékezetből, de hogy ki, kivel, mikor és meddig, és feltételezhetően hogyan, az permanensen érdekelte a közönséget mindig. Meg lehet ez is a színház szerves része volt. Hogy miért beszélek többes számban, mert ma inkább a celebek olvasóknak és közönségnek szánt Bugris szerelmi története érdekli a nagy közönséget, legfeljebb a botrányos színész kapcsolatok keltenek mérsékelt érdeklődést, márha keltenek. Ezzel most ne foglalkozzunk, nem ér annyit. Az viszont érdekesebb lehet, hogy milyen lehet belülről egy ilyen színészpár kapcsolata. Mennyit játsszák meg magukat egymás előtt, mennyi a szerep, és mennyi az élet. A valós érzelem és a szerep felidézés a kapcsolatukban. És azt se felejtjük el, mennyi a szakmai féltékenység egymással szemben. Kővári mindig azt mondod, hogy szeret. Fú, nagyon. Még így nem is szerettem. De Kolozsváron szerettem egy nőt 97-ben. De őt se szerettem úgy, mint téged, anyjak. Hát akkor hol az igazság? El foglak venni drágám becsület szavamra. Amint ahhoz a kis pénzhez jutok, elveszlek. És akkor is fogsz szeretni? De még hogy. Te vagy az én életem. Az én ragyogó üdvösségem, mit nekem az ország gondja és a Shaftesbury herceg ígé... Shaftesbury! Ám jöjjön hadába! Ez a London csillaga! A második felvonás ötödik jelenet. Voltak a békebíró. És meg tudnál halni értem? Szó nélkül. Akarod? Ne, ne, ne! Az Istenért ne, Kővári, ne! 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 Csak szeress, Kővári! Szeress! Szeress! Szerelem. Szó, annyit takar. De a Dubini úgy akarja szívem lábai elé teszem, s mint po... Mi? Dubini úgy akarja szívem lábai elé teszem, s mint postatiszt nézek a világ szemébe e harcban. Kicsoda? Le Bidoá, győz Ruf. Szeress, Kővári, ne szavalj annyit, ne titálja a szerepeidből, de szeress! Szeress, mert úgy érzem, hogy nagyon nagy szükségem van most a szerelemre és a gyöngétségre. Úgy van, bíborna. Vicceltek mind, nem vagytok komolyak. A huszártisztek, na, azok férfiak. De az meg mind csapodár. Ti kedvesebbek vagytok, szépek vagytok, szegények vagytok, de nem lehet veletek komolyan beszélni. Légy komoly, Kővári, hiszen azt mondod, hogy elveszel feleségül. Azt mondtam, hogy szeretlek, mint az életemet. Ne kínosság közé. Elvesztek és pont, szeretlek és pont, meghalok érted és pont. És még valami. Na? De ezt komolyan. Hallgatlak, fecsék. Ebben az új darabban, a fináléban, mi rász mindig elém? A fináléban? Igen. Amikor mind bejönnek, és az udvar azt éneki, hogy jaj, te kis bókirelfi, jaj, te kis bókirelfi. Akkor én, mint hercegnő, akinek megszökött a vőlegénye, átjátszom magam jobbra az asztalhoz, és rábotom. És akkor jössz te, mint miniszterelnök, és azt éneklet, hogy elszökött a hazareménye, és akkor mink azt énekeljük rá, hogy ménye, hazareménye. Akkor nekem ott játékom van, zokogok, tördelem a kezemet, mert megszökött a vőlegényem. És te pont a pofám elé állsz. Sárközi. Én a pofád elé állom. Igen. Az egész szerepem egy rongy, egy semmi. Mert a második felvonást úgyis a várbörtönben töltöm, kenyéren és vizen. És akkor a harmadik felvonás végére szabadít ki a vőlegényem, és csak egy pár szavam van, meg az a kis játékom az első fináléban. Zokogni, az asztalra borulni, és amikor a kar nem énekel, akkor egy pillanatra kizokogni a többi közül. Na és itt szeretnék valamit mutatni a tehetségemből, és te már a negyedik próbán pont a pofám elé állsz. Sárközi! Én a pofád elé állok. Igen!
Egészen eltakarsz. Én próbáltam kizokogni a hátad mögül, de nem lehetett, mert ugrálsz. Ha jobbra dugom, jobbra ugrasz. Ha balra húzódom, balra lépsz. Nem lát a közönség, és elveszett az egész szerep. Csákizi, egy kérdés. Pardon, csak egy kérdés. Mi vagyok én a darabban? A miniszterelnök. És mit mondok én akkor, amikor te ott sírsz? Elszökött a haza reménye. És mit mondasz te rá? Ménye, haza reménye. És mit mondok én erre? Azt mondod, hogy megbuktam, mint egy kancellár, a karrierem fucs. És mit gondolsz? Ez nem tartozik valami játék? Miniszterelnök egyszerűen elénekli, hogy megbukott. Fucs a karrierének? Ez a legnagyobb fájdalmak egyike. És a színésznek ez kötelesség ábrázolni. Hát amikor mondom, fucs, jobbra ugrom és a fejemhez kapok. És megint mondom, fucs és a fejemhez kapok. És ide-oda ugrom, keserű pofával, mint minden bukott miniszterelnök. Ilyet meg kell játszani. Igen, de nem az én pofám előtt. Barul állanak az aprózók egészen előtt. Közben mit ül az öreg király? Nincs máshol hely játékra és az ugrásra, mint jobbról. Tehetek én arra, hogy te ott ülsz, a hátam mögött az asztalán és sípsz. Várj, azt mondod, hogy szeretsz. Mint a holdacsillagokat, mint a tengerhajós a felkerő napon. Akkor miért nyomsz el? Csárkizik, én elnyomom. Magad is beismered, hogy eltakadsz? Ápolnak és eltakarnak. Az ember takarja a veteidársát! Én 2 évig takartam belesni Debrecenbe, ott végül bocsánatot kért, és megadta 10 forintomat. De az ember nem takarja azt, akit szeret. Nekem a 3. felvonásban jogom volna eléd állni, mert akkor te már bukott miniszterelnök vagy, én pedig visszakartam a hercegnői rangomat, és mégse teszem meg. Amikor az öreg király bejön és megrúg téged, akkor te olyan viccesen nyúlsz oda, ahol megrúgtak, és tudom, hogy neked ez egy vízicceret, és félrehúzódom, pedig a rendesőtnek is mondtam! De semmiket! Ez a szerelem! Nem pedig az, hogy elégedett, hogy buksz meg! De ebben nem engedek beleszólni! Ha nem tetszik, menj a rendezőhöz! Menj az igazgatóhoz! Nekem itt 200 forintom van, neked 130, meglátjuk, kinek lesz igaza. Körülbelül miért mondtad, hogy szeretsz? Hát nem szeretlek! De a művész azért van szent! Nem, ha szerelem a finálét? Nem! Akkor én a 3. elég állok, amikor a fejedelem. Azt szeretném én rá! Hát megfogod látni! Srácok, már megy a számotok! Tudjon! A párodhoz ez később fontos lesz, hogy együtt tudjunk mulatni, a tudni való ez. Csak ennyit kell, hogy meglegyen. Egyedül nem megy. Egyedül nem megy. Egyedül nem megy. Ha, 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 ha. Egyelőre nem megy, és én sejtem az okát. Még nem értik a titkos belső egy példát, ami vele esett meg. A lakásomba toppanék, és milyen kép fogad. Ott döngetik az asszonykám, az ágy majd leszakad. És méghozzá a barátommal jegyzik halkan meg. És az élvezettől kipirulva, a drágám mit felelt? Na halljuk, halljuk, mit felelt? Tessék elképzelni! Ő bosszút állt és belátom, a revans itt jogos. Nincs botrány, szépen visszavág a férfi, ha okos. S a férjem a barátnőmnél már másnap csengetett, s a tervébe a mocskos cafka beleegyezett. Javasoltam, könnyen, gyorsan essünk rajta túl, de nagysasszony nekem esett, món is valul. Már akadozva könyörögtem, drágám elég közt. S te rám nyitottál, drágaságom, hogy te mindig jókor jössz. Hogy milyen jókor jössz. Egyedül nem megy. Egyedül nem megy. Egyedül nem megy. Ha, 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 ha. Szerelemnél fontosabb az igaz barátság. Mi
egymás nélkül annyit érünk, mint egy fél nadrág. A tömeg, a függetlenség álomnak pazar, de elszakadni nem tudunk, mert összeköt a szar. Elnézést a szár! Épp azért mi ketten kérem, sosem várunk el, mint elvégezni muszáj, együtt végezzünk majd el. Mi együtt eszünk, együtt iszunk, együtt menjünk ki. Most éppen nekem sürgős, kérlek, próbálj sietni. Gyere, mert itt bent megyek ki. Egyedül nem megy. Talán a színész az, aki a leginkább nélkülözhetetlen a színházban, akit leginkább szeretnek és ismernek a nézők. Színház elképzelhető rendező, karmester, sőt, szerző nélkül is, de színész nélkül semmiképpen. Így aztán a színház örök és halhatatlan kelléke a színész. Talán ez okozza azt a meghasonlott állapotot, hogy továbbra is színészről beszéljünk a színház ürügyén, hogy a színész is halhatatlannak képzeli magát. Közelebbről megvizsgálva ezt, ez a halhatatlanság annyit tesz, hogy a színész beleélve magát a szerepeibe és az ehhez járuló közönség szeretetbe nem akarja észrevenni az idő múlását, az ő idejének a múlását, gyakorta elmúlását. Aki egyszer Hamletet játszik, az élete végéig Hamletnek képzeli magát, aki egyszer Oféliának, az élete végéig Ofélia akar lenni a színpadon. És semmiképp sem Hamlet atya, ne talán a nagybátyja, avagy semmiképpen sem Gertrudis, aki nem Hamlet szerelme, hanem az anyja. Hőszerelmesből a hőszerelmes anyjává, apjává, idősebb felmenőjévé alakulni, válni, lássuk be, nem könnyű, mi több, nem is a színész által kivitelezhető, megoldható állapotváltozás. Az előadás idő azonban sohasincs szinkronban az életidővel, így aztán valahány fiatal színészből érett színész lesz egyszer, úgy 10 évenként, majd túlérett színész úgy 30-40 évenként. A legnagyobb szereplés kinövi a szerepét, pontosabban kiöregszik abból. De ebbe a változásba a legnagyobb lelkek, a legtehetségesebb színészek sem törődnek bele egy könnyen. Ha, az első sor is állva tapsolt. Láttad? Láttad? Igen. Siker, Lili, siker, teltház, hála Istennek! Henry, milyen voltam? Ma felülmúltad önmagad, Lili. Molière beszart volna az örömtől, ha láthat. Ha ezt 3 hétig tartani bírnánk. Te, mi van a Mirandolinával? Holnap összeolvassuk. Megküldöm a szövegeket még ma. Ne fáradj, megvan otthon kijegyzetelve. Te Hortenziát kapod. Hogyan? És én? Dezsavit. Akkor ki lesz Mirandolina? 10 éve is én játszottam. Pont ez az. Egyébként 17. Megnézem a gépírót. A rohadék. A Riedel. Éreztem. Mi mást vártál? 1 éve te ütöttél el engem a Desdemónától. 3 éve meg a Donden Györgyben. Az más. Ez a Riedel. Átkozott berlini tehén. Csak nézd a nagy álmatok szemeivel. Ez nem filmgyár. Itt nincs premierplán. Nem élnek a szerelmes suttogását, úgy kell üvölteni, hogy a süket Sepi bácsi az 52. sorba is meghallja. Nem bírja, nem fogja bírni. Na persze. Tiszta bukás. Ez mondd meg a Heidlernek is. Meg is mondom. Mit képzelsz? Én Lili Hofberg vagyok, szívem. Nagyon magabiztos vagy. Kibe bízzak, én pont elég vagyok. Lili Hofberg. Az apám is színész volt. Az anyám is. A bátyám színpadi szerző. Egy egész dinasztia. És a lomb csúcsa. Én vagyok. Nem készülsz el soha.
Gyere, elviszünk. Lili Hofberg. Lili Hofberg. Istenem. Tényleg elvisztek? Mondom. Nem, nem, megvárom Heider, cirkusz csinálok neki. Lili, ne mondja neked a Mirandolinát. Ez még nem olyan biztos. Persze lehet. De legalább tudni fogja. Ti éppen beszélni akartatok egymással, nem igaz? Miről van szó? Ki játsza a fogadósnőt? Réber. A piszak! Lásd be! Mit? Kissé, kinőttél már a Mirandolinából. 20 éve te játszol. Kinőttem? Ugye te kiöregettem? Te nem mondhatsz nekem ilyeneket! De nem is mondtam. Nekem nincsenek éveim. Én most is azt csinálom, amit mindig. Nincs múlt és nincs jövő. Szállam, felejtsd el! Kell keményen, és nem kell szövegelni, és minden nap egyforma, és minden év világos. Figyelj, Dili, nem tudom, miért csinálsz ebből ekkora ügyet. Ügyet? Ügyet? Ez nem ügy, te szerencsétlen, ez a szegénységi bizonyítványod. Ez se kassa, mert idehozol egy ábrándos szemű nőskét nekem Berlinből. Te, ki hozza be a közösséget, szépen még mindig kicsoda! Csendesen lenne, hogy tisztetező korára kötni. Azt kérdeztem, hogy kicsoda! 7 éve is ekkora cirkusz csináltál a Júlia miatt. És most mit akarsz ezzel mondani? Igazad van, ne bolygassuk. Mit ne bolygassunk? Nem akarom, hogy kinevessenek. Engem? Egyszer mindenki meg... Nem érdekel! Nem érdekel! Ne butáskodj! Ne... Te! Le akarod fektetni a Reedet, mi? Itt hagyom a színházadat, te! Striti! Csinálj belőle balhatírkut! Nem érdekel! Miért? Cseszitek el mindig, miért? Beindulnak, kilábalnánk, és mindig valami szarság! Reedről első szerepe lenne. Tud az a Reedre? Ez egy akkora színésznő. Egy új Lili Hofberg. Szarban vagy, Herr? Mindenki szarban van. Ez a világ legyen. Thank you.
hogy a tangó divat. Á, Riedel művésznő! Jó estét! Ja, nem ismerik egymást, gondolom. Rejtskov hadnagy, Lili Hofberg. A művésznő nagy rajongója voltam mindig, még a táborban is. Berlin? Ó, igazán ne zavartassák magukat. Honnan tudja, hogy idejöttem? Hogy nincsenek a francia nagykövetné estéjén? A farsang az farsang, vagy Berlinben nem szokás az ilyesmi? Hogy ne lenne? Tudja, mi bunkó északiak csak a sörözőket szeretjük. Ez a mi világunk. Ez jó, ez egy ilyen kis egyszerű hely, itt lehet igazán kikapcsolódni. Igazabban édes. Minden este ide járok, leúzok vagy. 10 korsóval! Hát azt majd csak hazabillegek valahogy. Hofberg művésznő! Az apám mondta, hogy itt van, de én nem hittem el. Nagyon-nagyon régi tisztelője vagyok. Minden szerepében láttam. Már amióta élek. Jaj, de mit is hozhatok? Egy pohár sört szabad? Ajánlhatom szíven, nagyon dögös sörű van. Köszönöm, én is hab nélkül kérem. Csak látni akartam. De mondja csak nyugodtan, a hadnagy úr úgyis már menni készült. Igaz, hadnagy úr? Igen, hogyne? Ó, hát hadnagy úr, hová siet? Csak nem a társaságom ijesztette. Sajnos indulnom kell. Borzasztóan siet. Igen, Isten áldja, hadnagy úr. Ha megengedi, a híres vendégeinktől. Ha nem bánja, ide hoztam egy fotóját. Olyan tudná, hogy egész kicsi koromtól fogva, hogy imádtam magát. Ilyen kicsi lehettem, vagy talán még nem is éltem, amikor maga már a császárság legnagyobb színésznője. Képzelje, én is mindig színésznő akartam lenni. Igen? Nagyon köszönöm. Igen. Papa! Papa! Ugyan édes művész. Hát mesélj el, de tényleg a régi szép időket. Rudolf herceg bukott a szép nőkre, egy kis flőr. Mondják, hogy Mária Teréziának össze volt nőve a szemöldöke. Igaz lehet, de tényleg, mondja el. Fogd be a szád, te kis hülye. Ugyan szívem, ne szívd merre a dolgokat, ki ennek a ráncai. Úgy is kicsinállak, nem úszod meg, ne félj. Nézd körbe bátran, ezek itt az enyém, és be vannak szarva, értem. Az egész város, te kis majom, még mindig a bálványuk vagyok. Incsek nekik, de most pofázzál. Hofberg, a mi Hofbergünk. Nézd csak, hogy figyelnek, látod őket? 1000 pletykát gyártottak rólam, és én is magamról. Hogy lefektetett a Ferenc Ferdinánd. Megkaptam az Oscart, hogy egy lavina alól ásta ki Kelet-Tirolból. Egy fizetett mítosz vagyok, kis szívem, és velem akarsz kikezdeni, igazán? Tulajdonképpen mi bajod van velem? Tulajdonképpen semmi. Vagyis igazából minden. Olyan vagy, mint a kis hadnagyod. Mosolyogsz, meghajolsz, üres vagy és ostoba, és senki vagy is a helyemre törsz. Édes Lili Hofberger, a te időd lejárt. Mi bajod van velem? Az én szerepeimet Heidler már úgyse adta volna, neked más karakter vagyok. Te kényszerítesz más karakterbe? Mi az, hogy csinálsz belőlem, és én ezt nem tűröm? Hány éves is vagy? Hát elég! Én csak egyet akarok. Azt, hogy ne vénüljek meg, hogy ne tűnjek el. Én ha eltűnök, meghaltam. Ha nem játszom, akkor az olyan, mintha meghalni. Te! Én nem akarok ebbe beledögleni, Riedel! Én azt akarom, hogy menjen minden tovább úgy, mint eddig. És azt, hogy te, bárhogy is alakuljon, eltűnjél innen kis szívem. Vagy így, vagy úgy, megértettél? Ugyan, Lili. Öreg vagy már, add fel. Öreg. Figyelj. Hallják, mit
mond ez a nőcske itt? Azt mondta, öreg vagyok. Hallották, hogy öreg. Maguk szerint is. Csak cirkuszolj. Ne gyűlölj annyira, Lidl. Énekeljek nektek, hát jó? Szerepeimet elveheted, Riddell. Az öltözőmet is. Mindent elvehetsz. De ez itt szívem. Ez más. Ez más, Riddell. Én nem tudom, mit hoz a holnap, és ki tudja, mi lesz velem. Én játéka lettem a sorsnak, mert céltalan az életem. Holnap már messze jársz, másnak meséled azt a sok szépet, szerelmeset. Én nem tudom, mit hoz a holnap, és ki tudja, mi lesz velem. Néha nem is tudjuk, hogy mi fáj belül, szívünkre bánat terül. Néha nem is tudjuk, hogy későre jár, szívünk egy szerelmes szívre vár. Én nem tudom, mit hoz holnap, és ki tudja, mi lesz velem. Én játéka lettem a sorsnak, de céltalan az életem. Holnap már messze jársz, másnak meséled azt a sok szépet, szerelmeset. Én nem tudom, mit hoz a holnap, és ki tudja, mi lesz velem. Parancsolj, Tündér királynőm. Már nem én vagyok. A színház a félelem nélküli boldog élet, a teljesség. Első mondatom, 2 éves voltam, így hangzott a színpadon. Parancsolj, Tündér király. És azóta hány mondat, hány szerep, hány este parancsolt velem ez a tündérvilág, a színház. És mindig boldog voltam, hogyha hívott. Rutka Éva. Soha olyan bátran, soha olyan biztosan nem készültem daragra, mint a Koldus operájára. Mely mindjárt az első olvasás után megfogott, és el nem engedett többé. Amióta a darabot elkezdtük próbálni, koldusokkal álmodom, koldusokkal ébredek. Most hirtelennyében más szerepet el sem tudnék játszani. Úgy beleöltöztem abba a kosztümbe, melyet a Koldus operája szerzői adtak rám. Ezt a kosztümöt érzem magamon nem csak akkor, mikor a színpadon vagyok, hanem akkor is, mikor a próba után elbúcsúzom a színház falaitól. Jávor Pál. Mióta az első színdarabot megismertem, 9 vagy 10 éves koromban, azóta soha se akartam én magam lenni, hanem mindig egy más és más ember, akiről olvasok, vagy hallok. Ezer és ezer ember lelki életébe éltem már bele magamat, hogy lehetne át saját, kifejezett egyéniségem. Mindig játszom, mindig pózolok. Ha nem pózolok, egy súlyos, hallgatag tömeg vagyok, melyen senki se tudja, hogy mit csináljon. Jászai Mari. Kiszolgáltatottak vagyunk. Semmihez nincs jogunk, csak a játékhoz, ha szerepet osztanak ránk. De még itt sem hiszem el, hogy irigyelni kell valakitől egy szerepet. Hiszen máma én, holnap ő. Nem volna szabad egymásra neheztelnünk, hiszen ezzel csak fokozzuk a kiszolgáltatottságunkat. Kiszolgáltatottságunkat annak tudata ellensúlyozza, hogy nélkülözhetetlenek vagyunk, szükségesek. Mindenki nélkülözhetetlen, aki egy darabban szerepel. Gobi Hilda.
egyetlen egy szerepem volt, amelyet tanulás közben egy vagy kétszer földhöz vágtam. És sírtam, hogy be kell tanulnom. De ezt titokban tanultam. Senki sem vette rajtam észre, hogy mi keservesen esik ennek betanulása. Nem is fogom elárulni sohasem, hogy melyik volt ez a kitűnő szerep. Nem keserítem meg szegény szerzőt, hiszen ő a legjobbat akarta. Nem tehet róla se ő, se én, ha megbuktunk. A közönség mindennek az oka, miért nem jött el a második előadásra. Meg a direktor, aki ezt a darabot előadásra elfogadta. Blaha Luisa. A siker és a bukás teljesen irracionális dolog, mert a legjobb szansz mellett is, tehát ha jó a darab és jó az előadás, lehet bukás. És a leggyöngébb szansz mellett is, tehát ha rossz a darab és rossz az előadás, lehet siker. Erre számtalan példa volt a múltban, és lesz is még a jövőben, mert a siker és bukás egyenletében a közönség mindig olyan ismeretlen, hogy arra csak ráhibázni lehet, de előre kiszámítani sohasem sikerülhet. Hevesi Sándor. Színész és komédiás? A komédiás is színész, de nem minden színész komédiás. A színész lejátszik, eljátszik egy szerepet, hatnak rá művészi divatok, a komédiás azonban mindig önmaga zabolátlan játékkedvét, tetszeni vágyását, nagy gyermeki pályát viszi a színpadra. A színész lehet korszerű vagy modern. A komédiás azonban az örök ribadság ősi cépbeli mesterségbeliség plebeius tiszteletlenségét képviseli. Pécsi Sándor. Kimerem mondani, rabszolgák vagyunk. Hogyan lehetne másként egy előadást elkészíteni, vagy akár egy versre fölkészülni, mint irgalmatlan kemény taposó munkával? A színház taposó malom is, mert hogyha nem az, akkor nincs színház. A kigyakorlás rabszolga munkája nélkül nincs színészet. Önmagát a szorgalmas munka árán az anyag valamennyi lehetőségeinek kiaknázásával akkor tudja az ember megvalósítani, ha egyszer csak felszabadul a minden tudásban. A mű iránti alázatot, a magunkhoz való szigorúságot ismétlem, a rabszolgaság vállalását kell megtanulni ahhoz, hogy szabadok lehessünk. Hogy a színpadon az jöjjön be, amit akarunk. És ha mégsem az jött be, akkor még tovább kell gyakorolni. Major Tamás. Szenvedély, szenvedély, szenvedély. Zene, zene, zene. Tudom a boldogságot, és tudom annak csekély részét. A boldogtalan törtséget magamban. Ez a dolgom. A művésznek nevezett érzékeny antennájú ember gyógyító bizonyosságot kell adjon a közösségnek. Éljük, belehalunk, mégis reméljük és érezzük a létet és a reményt. Tudjuk az összefüggések boldog tudományos bizonyosságát. Vagyunk és közösségben élünk. Latinovics Zoltán. Micsoda útjaim voltak nekem, most hogy fogom magam, és emlékezem. Micsoda zűrzavar, hány tévedés, tán hazudtam is, és volt egy kevés. Volt egy kevés, nem is tudom, hogy hívjam azt. Talán volt egy-két este, ami nincs megnevezve, és valószínű, hogy így is maradnak nevezetlenül. Amiben voltam szereplő. Már
ahogy ez kinéz, megnémulok, és az a kevés is tűnni fog. Az a kevés, nem is tudom, hogy mondjam azt. Talán csak így. Volt egy-két este, ami nincs meg, neveztem, és valószínű, hogy már így is maradnak, de nevezetlenül. Mindig ugyanaz. Az író megírja a darabot, odaadja a színháznak, az igazgató elfogadja, a rendező megrendezi, a színész eljátsza. A néző tapsol. Estéről estére a színésznek. Nem az írónak, nem a rendezőnek. A színházi siker soha nem a szerző, még csak nem is a rendező sikere, mindig a színészi. Talán csak a premier előadása kivétel az alól, de az nem is előadás. Az inkább csak maga mutogatása beavatottaknak. Ott hajlunkat a szerző, a rendező, a díszlet és jelmeztervező, a koreográfus, a zeneszerző, és rajtuk kívül még számolatlanul hajlunkatnak meg mások, riadtan és idegenül hunyorogva az erős fények között nem látva a nézőtéren ülőket. Mit mondjak? Tudják, baromi hálátlan dolog szerzőnek lenni. Beleadni szövegbe az összes érzelmet, amelyek a színész érzelmeiként reinkarnálódnak a színpadon, beleadni a szövegbe az összes örömöt és fájdalmat, amelyek a színész örömeiként és fájdalmaiként reinkarnálódnak a színpadon, beleadni a teljes lemeztelenített életet, mely a színész teljes és lemeztelenített életeként reinkarnálódik a színpadon. Van ebben valami mélységesen szomorú, komikus és vigasztalan. Még akkor is, ha a szerzőnek pénzhoz fájdalmas darabja, egyetlen vigasztal talán, hogy jó előadás esetén az említett reinkarnáció újabb fokozatba vált át. A színésznek vélt összes öröm, érzelem, fájdalom, teljes és lemesztelenített élet a szerepben reinkarnálódik tovább. A színész tehát csak és kizárólag közvetítője lesz a felsorolt emberi kincseknek, nem birtokosa, tulajdonosa. De ő ezt persze nem így hiszi, talán nem is fogadja el, és talán neki van igaza. Valahogy én nem találkoztam boldogtalan színésszel, vagy nem találkoztam boldog szerzővel sem soha. Mit lehet itt tenni? Ilyen a leosztás. Kinek egy piros 40-száz Redult Mars van a kezében, kinek egy 50 filléres Betli. A legfontosabb törvény tehát a színházban is, hogy az ember tudja, hogy hol a helye. A szerzőnek természetesen színpadon kívül, itt a sarokban. Persze azért sohasem túl messze a Rivaldától, hogy kevés fény őre is hújjon. Kevés, de fény.